A kinti hőmérséklet is őszire vált, az iskolásoktól hangosak reggel az utcák. De még mindig nem teljes a kolozsvári városi utcakép, ugyanis még nem érkeztek meg az egyetemisták tízezrei. De hamarosan teljes gőzzel beindul majd az egyetemi város, ugyanis már nincs sok hátra, és kezdődik a 2022-23-as egyetemi év. Talán a sok zoomos, teamses kurzusok után nem is emlékszünk már, hogy milyen a város, amikor teljes diák sereg itt él. Az új évről és arról, hogy nyílt napokat tartanak a még nem egyetemistáknak a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Ezen a héten dr. Markó Bálint biológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesét kérdezem, és őt köszöntöm. Jó napot kívánok! Szép jó napot mindenkinek, köszönöm a meghívót és a meghívást. Igen, így van, hamarosan hangos lesz az utca. Én remélem, hogy a Farkas utca, hogy is mondjam, csak különböző munkagépes zaja mellé egy kis diák csevei és diák zaj is majd beszűrődik itt a főépületben. Nos, lássuk a nyílt napokat, hogy konkrétan mi lesz, illetve hogy hogyan zajlik, milyen szakok mutatkoznak be, hogyan próbálja az egyetem a legvonzóbb arcát megmutatni adott esetben azoknak, akiktől hát azt reméli, hogy majd a padjait fogják koptatni egyszer. Igen, ez az évfordulóknak az éve, azt is lehetne mondani, hiszen a magyar felsőoktatás ugye 150. évfordulóját ünnepeljük. Ezelőtt 150 évvel, 1872-ben indult útjára a magyar nyelvű felsőoktatás. Ugye az 1581-es alapítás után különböző nyelveken folyt latinul, németul az oktatás, 1872-től pedig egy modern felsőoktatási kereteket öltött. Ugye a felsőoktatás itt Kolozsváron is magyarul indult meg az új oktatás. No de a 150 mellé csatlakozik egy másik, talán kisebb, de legalább, ha nem is azt mondom, ugyanolyan jelentőségű, de fontos évforduló, ez a tizedik évfordulója a középiskolások hosszú hétvégéjének, vagy ahogy mi kódnéven itt emlegetjük, ez a KHH, elég furcsa ugye rövidítés, de hát ez van. És a középiskolások hosszú hétvégéje keretében körülbelül 230-250 magyar középiskolás jön majd fel, csütörtök este érkeznek, péntek, szombaton itt lesznek, és vasárnap térnek haza. Ez körülbelül 23-25 középiskolát jelent, azért még ez a pici bizonytalanság, mert utolsó pillanatban még néhány középiskola beszokott futni, és ez alatt az időszak alatt ők gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy ha röviden is, de belekóstolhatnak az egyetemi életbe, kurzusokat hallgatnak, nyilván ezek kiragadott témák igazából az egyetemek falai között, itt lesznek majd a mi bentlakásainkban, a mi egyetemi étkezdénkben fognak étkezni, és különböző egyetemi tereket fognak belakni, legyen az múzeum, legyen az botanikus kert, legyen az Csillagda, vagy bármilyen más egyetemi tér. Ugye bentlakásokat emlegetett, ahol megszállnak ezek a diákok, akik még nem egyetemisták, de hát hamarosan érkeznek az egyetemisták, akik elfoglalnák ezeket a helyeket. Lássuk, hogy hogyan állnak az úgynevezett beiskolázási adatokkal, tehát az egyetemi adatokkal. Hány diák fog idén járni a Bábes-Bolyaira, illetve hogy állnak a szakokkal, melyek a legmenőbbek, illetve van elég hely nekik számukra. Hely van, ugye most zárult le az őszi felvétel, és azt tudom elmondani, hogy a magyar tagozat nagyon jól ment, tehát gyakorlatilag a rendelkezésre álló helyeket maximálisan betöltöttük, nemrég váltam el éppen a közgazdaságtudományi kar dékánhelyettesétől, aki beszámolt, hogy ebben az évben csúcsra járatták a dolgokat, és az összes tandíjas hely is betelt, és azt tudom mondani, hogy biológián hasonlóan nagyon jól állunk. De persze nem a biológia csúcsszak, hanem a közgazdaságtudomány mellett az informatika, a pszichológia, azt is lehetne mondani, hogy most már néhány éve klasszikusan ezek, vagy akár hosszabb időszak óta, és hát természetesen megvannak a klasszikus szakok is nálunk, és itt nagyon ki szeretném emelni azt, hogy van most nyugaton egy trend, egy tendencia, ami egyébként feltetlen be fog gyűrűzni majd, ha nem is hozzánk, de tőlünk akár nyugatabbra is megjelenik ez a főleg a humán területen található szakoknál egyfajta visszaszorulás. Vannak olyan nyugati egyetemek, ahol ezeket le is építették, és hát külön öröm számunkra, hogy azért ez nálunk ez nem így van, tehát a humán szakok, társadalomtudományi szakok azok nagyon is élő szakok, és hát jövőjük is van.
Ami pedig hát a diák létszámot illeti, azt lehet tudom mondani, hogy hasonló nagyságrendel akár csak tavaly, tehát összességében az egyetemen egy olyan 50 ezer körüli diák létszámról beszéltünk, és ezt tartani tudjuk. Amit látunk körülöttünk, hogy vannak egyetemek, ahol volt esés, akár jelentős is. Nálunk el tudom mondani azt, hogy az alapképzésen nem beszélhetünk esésről, tehát teljesen stabilak vagyunk, vagy ha még arról is van szó, akár növekedett is helyenként a beiratkozók száma. A magiszterinél egy enyhe-enyhe csökkenés látszott nyáron, ez talán mostanában egy kicsit valamelyest fennebb jött, de a tendencia az továbbra is az, hogy a magiszterin egy pici csökkenés van az elmúlt időszakhoz képest. Látnak összefüggést a között, ugye beszélgetünk tendenciákról, hogy mely szakokra iratkoznak szívesebben a diákok, hogy mit választanak majd a szakmát maguknak. A között, hogy mely szakok teljesítenek nagyon jól, itt gondolok a nemzetközi versenyekre, vagy a shanghai listára, ugye, a nyáron volt pontosan egy olyan hír a Bábesbolyairól, hogy egyedüli egyetemként került rá erre a listára. Van-e összefüggés a között, hogy mely szakok teljesítenek jól? Például ugye, hogyha a közgazdaságtant is vesszük, hát folyamatosan hozzák haza a rangosabbnál rangosabb díjakat. És a között, hogy a diákok mit szeretnek? Nyilván ilyenkor azt kéne mondanom, és azt szeretném mondani, hogy igen, egyértelmű, hogy nem kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy bizonyos szakok esetében ez teljesen egyértelmű. Tehát az előbb említett közgazdaságtudományi szak, vagy az informatika esetében ez többszörösen megerősíthető. Pszichológia szintén ugyanez a helyzet. Vannak olyan szakok, ahol talán annyira nem, és ez inkább arra világít rá, hogy bizonyos szakoknak bizonyos szakokra az informálás nem megfelelő az egyetem előtti oktatás terén, ilyen például akár a geológia, vagy akár az ökológia, de vannak még olyan szakok, amelyek nemzetközi rankingekben, ahol a tudományos teljesítményt mérik, nagyon jól teljesítenek, de viszonylag kevés diák jelentkezik, viszonylag kicsi az érdeklődés, pedig azt lehetne mondani, ugye például a geológia esetében, hogy még csak azzal sem konfrontálódik egy geológiát végzett diák, hogy ne lenne esetleg igény a munkájára, hiszen ha azt mondom, hogy autópálya, ha azt mondom, hogy Farkas utcai építkezés, ha azt mondom, hogy építkezések általában, de nyilván lehetne itt most a gázforrások feltárásáról beszélni róla, egy csomó mindenről, ami most abszolút fennforgó, és hogy is mondjam, zsebünkbe vág a szószoros értelemben, ott mindenhol kell geológus. Tehát valahol lehet látni egy ilyen, mint hogyha ha leváltak volna egymásról ezek a felületek. Néhány helyen nagyon szépen látszik az egyenes kapcsolat, és máshol én ezt annak a számlájára írom, hogy egyszerűen akár a geológia, akár az ökológia, de még lehetne sorolni más néprajz, stb. Nem szűrődnek le az információk a középiskolába, például amiatt, hogy én még geológiát tanultam, nekem még volt egy ilyen tantárgya, ma ez nincsen. És hasonlóan lehetne sorolni, hogy mi az, ami hiányzik mondjuk a középiskolai oktatásból, egyszerűen tanrendi változások, vagy más miatt. Ilyenkor ugye a tanárok már rég nem pihennek, tehát nem csak a középiskolás tanárok, hanem az egyetemen tanító tanárok is. Van olyan egyetemi tanár ismerősöm, aki azt mondja, hogy alig várjuk, kezdődjön az egyetem, hogy már pihenhessen meg az órákon, mert hogy ilyenkor folyamatosan előkészülnek, és olyankor csak az óráit kell megtartsa, amikor elkezdődik az egyetem. Hogyan állnak az előkészületekkel? Az előkészületekkel hogy állunk? Azt lehetne mondani, hogy jó, persze pörög állandóan minden körülöttünk, éppen nemrég volt arról szó, hogy hogyan is indítjuk útra a nagy digitalizációs projektünket, ugye jó néhány egyetem nyert a reziliencia alapból elég tetemes összeget, köztük a BBTE a legnagyobbat arra, hogy modern laborokat hozzunk létre, úgyhogy most ezzel vagyunk többek között elfoglalva. Ekközben európai szintéren a GILD Egyetemi Szövetségben, az Eutópia Egyetemi Szövetségben pályázatok, folyamatos projektek indulnak, jönnek, mennek, azt is lehetne mondani, és hát az az igazság, hogy átalakulóban minden. Az is egy óriási átalakulás, hogy most már tényleg szemtől szembe fogjuk kezdeni teljes mértékben ezt a tanévet. Ugye az elmúlt tanévben márciustól tudtunk teljesen visszatérni mindenhol, vagy nagy részt mindenhol. Most ebben a tanévben most már mindenhol visszatérünk, és egyelőre úgy tűnik, hogy
hogy ez menni is fog. Itt most nem csak a pandémiára gondolok, ugye azt látjuk, hogy vannak azért intézmények körülöttünk, Magyarországon például többen is ugye a növekvő gázárak és egyéb okok miatt kénytelenek lesznek hamarabb kezdeni a vakációt, online-t is bevinni. Ez egyelőre még úgy tűnik, hogy, és ne szóljam el magam, még ránk nem igaz. Tehát, hogy mi még itt ezt modern szóhasználata face-to-face, tehát szemtől szembe meg tudjuk oldani. És hogy mennyire pihenés? Én nem tudom, én nem szoktam pihenni órák közben, az óra az egy másik. Ha az pihenés, hogy aktívan az ember tanít, és persze egyébként nekem valamilyen értelemben pihenni. Hát ez is azt hiszem, hogy csak úgy hangzott, ahhoz akkor képest, igen. Hogy mekkora munka van az előkészülettel. Ahhoz képest lehet, hogy talán pihenésként. Én azt hiszem, hogy az oktatásban általában van munka, és ez így jól is van, ez így helyén is van. Nos, hát hamarosan még beszámolunk ugye a magyar oktatásnak a 150 évéről is. Markó Bálint rektorhelyettest látták, hallották, akinek köszönöm szépen az idejét, és itt volt velünk. Hát jó iskolakezdést, jó egyetemkezdést önöknek, nekem, magunknak, mindannyiunknak. Köszönjük szépen, így van önöknek is.